Starostka, sme u vás v malej obci pri Hrone, nedaleko od Štúrova. Máte tu akciu, ktorú organizuje obec. O čo presne ide? Áno, ide o športový deň. Myslím si, že je to pre nás veľmi dôležité. Veľmi dôležitý tento deň, preto lebo v dnešnom svete deti sedia pred počítačom, pred telkou a je málo pohybu. Ja si myslím, že nestačí, keď iba v škole majú ten telocvik. A je to vlastne aj rodinný deň, že rodičia vlastne vyšli s detičkami. Akcia sa začala o 1 hodine, teda o 13 hodine. A odvtedy v kuse vidím pohyb. A pre mňa je to obrovská radosť. A myslím si, že toto podujatie dosiahlo ten svoj cieľ. Takže veľmi som šťastná z toho. Vyšlo vám aj počasie a treba povedať, že ste si vymysleli aj niečo netradičné pre tie deti. Chceli ste, predpokladám, prispieť trošku k bezpečnosti cestnej premávky. Je to detské mobilné ihrisko z projektu Bezpečné mesto. Ako sa vám tu osvedčilo? Viete čo? Výborne. Som veľmi, veľmi spokojná, lebo tak sme začali toto podujatie, že po príhovore teda starostky, ako mne, som si tiež obliekla tú reflexnú vestu a spolu s deťmi sme prešli toto ihrisko vlastne a bolo vysvetlené, že ktorá dopravná značka čo znamená. A tie detičky proste sledovali, pozerali, pokúkali všetko, čo bolo treba. A ja som proste videla, že tie očká, oni veľmi pozorne sledovali, počúvali a potom majú z toho zážitok. A hravo sa učili. A ja si myslím, že toto dopravné ihrisko je to najlepšie, čo môže byť. Vlastne veľmi som s ním spokojná. Už ste vyhlásili aj výsledky vo futbale, myslím, vo futbale. Robíte častejšie takéto akcie? Máte tu nejaký futbalový klub, alebo sú to všetko amatéri? Nemáme futbalový klub, bohužiaľ. Sú to všetci amatéri, ale už teraz 5. rok, teda druhé volebné obdobie, sa snažím o to, aby sme niečo také vybudovali a tie deti a tí mladých vlastne dať tak dokopy, aby potom už aj tie ďalšie roky už sami, aby niečo začali teda akože tak podniknúť, že niečo sami organizovať. Vlastne, čo sa týka športu, ale aj kultúry. Takže snažím sa o to, aby tie deti spolu s rodičmi, so starými rodičmi, proste aj dospelí, aby vyšli, aby tá rodina bola aj na takýchto podujatiach spolu. A vlastne, viete, je to veľa práce, je za týmto, aj vlastne aj za týmto podujatím, ale to ma posúva ďalej. To mi dá silu a energiu robiť vlastne tú prácu starostky. Kicsin községben mai nap sportnapra került sor. Nagyon boldog vagyok, hogy ez a nap megvalósult, és nagyon köszönöm Nyitra megyének a támogatást, tehát pénzügyi támogatást, amivel hozzájárult ennek a mai napnak a létrejöttéhez. Nagyon, nagyon örülök annak, hogy a községből többen összejöttünk, a gyerekek szülőkkel együtt, nagyszülőkkel együtt, tehát a felnőttek is kijöttek. Érdekes programok voltak egész nap. A foci, kispályás focitól kezdve a zumbáig, és még egy nagyon fontos érdekesség, ami egy közlekedési pálya, ahol egy kisgyerekek is megtanulhatták, megismerkedhettek a közlekedési táblákkal, közlekedési szabályokkal, és én úgy gondolom, hogy ez a mai nap elérte azt a célját, hogy mindenki valamilyen formában mozgott. Ugye a mai világban mindenki rohan, a gyermekek is, és a fiatalok javarészt a televízió előtt, vagy a számítógép előtt ülnek, És én úgy gondolom, hogy több mozgásra lenne szükség a mai világban. Én nagyon örülök, hogy ez a mai nap létrejött, büszke vagyok arra, hogy ilyen szépen sikerült az önkormányzatnak ezt megszervezni, és hálás vagyok minden támogatásért, segítségért.